franciául, spanyolul, olaszul énekel, külföldön jobban ismerik, mint Magyarországon, francia, spanyol, belga rádiók játsszák a dalait. Tandi Flóra ül velem szembe, aki mögött egy igazi sikersztori áll. Hát, jó reggel! Szia! Mi köszönjük, hogy vagy nekünk. Te elmentél Franciaországba az Eurovíziós Dalfesztiválra, ahol eljutottál a döntőbe. Mesélj, miért pont oda is, hogy kerültél oda? Hát igen, ez egy olyan döntés volt, amit nem is igazán tudtam, hogy a magyar közönségem hogy fog fogadni. Leginkább én francia nyelven énekelek. Elnézést. Kérsz inni valamit? Egy pohár vizet elfogadok. Hozzak is poharat. Köszönöm. És így adta magát, hogy ott próbáljam ki magam a versenyen, mert az Eurovízió az nekem egy álmom. De miért Franciaország? Miért nem mentél Magyarországon az Eurovízióra? Ugye nyilván nagyon jól beszélsz franciául, szereted a nyelvet. Így van. Hát valószínűleg egy francia nyelvű dal a Magyarországon a dalversenyben annyira nem rúgtam volna labdába. Mm-hmm. És így úgy döntöttem, hogy miért ne próbálhatnám meg. A franciák megnyitották a határokat abban az évben, és annyi volt a kritérium, hogy az előadó beszéljen franciául. Úgyhogy így beadtam a dalomat, és egészen a döntőig meneteltem. Hát gratulálok hozzá. Köszönöm szépen. Kikkel szoktál együtt énekelni, mert ha jól tudom, akkor... Széles a skála, igen. Mm-hmm. Nagyon széles a skála. Hazai művészekből. Én úgy válogatom meg a duettpartnereimet, hogy emberileg is nagyon kötődöm hozzájuk, nagyon jó barátaim. Miklós Erika az első, akit megemlítenék, hiszen ő a mentorom, és második anyukám. Láttam a YouTube-on nagyon sok közös dalotok van. Igen, nagyon szeretjük egymást, és szeretünk együtt dolgozni. Itt honnan ismered? 2009-ben volt az első olyan koncert, amire jegyet vettek, Tandi Flóra koncert, az nekem egy emblematikus pont volt, és oda eljött az ő akkori menedzsere, és erősen javasolta, hogy én Erikát keressem meg. Én meg nem nagyon értettem, hogy miért, hiszen nem operaénekesnőnek készülök. Elmentem a meghallgatásra, és egyébként egy számomra félelmetes történet volt, hiszen fönt álltam a színpadon, ő ült lent a nézőtéren, és félbeszakította a dalomat, és megköszönte, én lekullogtam. És félrehívott, hogy Flóra, nem azért állítottalak meg, mert nem tetszik, hanem mert tudom, hogy nekünk még vannak dolgaink együtt. Hű, ez csodálatos. Ez filmszerű esemény. Igen, abszolút. Az volt. Más franciául énekelni, mint magyarul? Nekem valahogy magától értetődőbb, nem tudom miért, biztos ami előző életemhez kötődhet ez a vonzalmam, de franciául nekem könnyebb. Van kedvenc énekesed francia nyelvterületen? Van. Céline Dion és Lara Fabian. Lara Fabian, imádom. És énekelted már a Je suis malade című dal. Számtalanszor. Csodálatos az a dal. Nagyon, és nagyon szépen érted. Köszönöm szépen, és nem is az ő dala, de ő vitte sikerre. Tudom, én szerelmes voltam belé, amikor ezt először megláttam. Igen, abszolút. És mik a további tervek? Hát a második lemezem megjelent májusban, és nyelvileg is nagyon színes, és alkotótársakban is nagyon színes, ezért szeretném, hogyha külföldön, elsősorban külföldön jobban megismernék a nevemet, tudnák kötni a hangomhoz, az arcomhoz, és épp ezért például egy máltai énekesnővel, Ira Loszkóval is közreműködtem, akit kétszer indított Málta az Eurovízión, egyszer második helyezett lett. Igen. Úgyhogy ő kint egy nagy sztár, és készítettünk együtt egy duettet, ami az összeklipet is forgatunk. És hogy anyanyelvi szinten beszélsz franciául? Gimnáziumban tanultam, két anyanyelvű francia tagozaton, de szerintem nem feltétlenül a gimnáziumban tanulja meg ilyen szinten az ember, igen, hanem ahhoz ki kell menni a nyelvterületre, és sokat kell ott időzni, sok időt eltölteni, meg hát ugye a francia dalokkal foglalkozom, ezért akaratlanul is beül a fülembe. Ugye te egy sikeres énekesnő vagy, mégis jogot hallgatsz? Már nem. Már nem? Végeztél? Már doktor Tandi Flóra. Doktor? Bocsáss meg. Így kellett volna fel. Hát igen. Ezt nem tudtam. Hát ez irreleváns ebből a szempontból, de elvégeztem. Na most, de te ugye énekesnő vagy, szeretsz lenni, ez az álom, és akkor ez a jogi pálya, ez egy ilyen... Ez a biztonsági B-terv? Igen. És ezt te találtad ki, vagy a szülők benyomására? Hát az utóbbi volt. Nekem ugyanez. Sokan vagyunk így. Amikor bejelentettem, hogy anya színművészeti, akkor ugyanezt mondta, hogy valami normális pályát nem választasz gyerekem mellé. Igen. Igen. De hát megtaláltam benne, igaz, nagyon vékony szerete a jognak, de a zenei szerzői jog például nagyon érdekelt. Abból szakdolgoztam, és Miklós Erikával, ha visszacsatolhatok rá, indítottunk egy kampányt novemberben a nők jogaiért, és a nők elleni erőszakra hívjuk fel a figyelmet, úgyhogy valahol itt is a jog visszaköszönt a pályámon. Igen, ez szépen ötvözted. És ez miből fog állni? A kampány az megjelent a nők elleni erőszak figyelemfelhívó világnapon, ez mindig november 25-én van. Készítettünk egy dalt Az a perc címmel, igen, és forgattunk hozzá egy, hát szerintem elég sokkoló
videoklippet, és ez is volt a cél, hogy, hogy megindítson valamit abban, aki megnézi. Nem is feltétlenül érintettnek kell lenni hozzá, hogy, hogy ez szívig menjen. Átérezze az ember. És most készülsz videoklippel a következő lemezeddel? Igen, ahogy említettem, mire Loszkóval leforgatjuk, az lesz a következő. Ezt mikor forgatjátok? Októberben, hát Máltán októberben is gyönyörű idő. És vele hogyan találkoztál? Hogyan fújt össze titeket a szél? Én mindig azt mondom, hogy sokan kérdezik, hogy hogy sikerült ezt mind elérned, meg hogy nincs olyan menedzsmented. Szerintem üljél le a laptop elé, és írjál e-mailt. Ilyen egyszerű? Tényleg? Írtál neki, és egyből azt mondta, elküldtem, hogy... Elküldtem a dalt, és azt mondta, hogy ez neki nagyon tetszik, és miért ne? Neki is egy új közönség a magyar közönség, nekem is egy új közönség a máltai, és akkor mindketten jól jártunk. És más egyébként magyar közönség előtt énekelni, vagy akár francia? Annyiból más, hogy a magyar közönség akkor jön el a koncertemre, amikor már tudják, hogy ki vagyok, a francia akkor is beül, amikor nem tudja, hogy ki vagyok. Komolyan? Igen. És akkor Franciaországban lehet, hogy ilyen kevésbé ismertebb énekesekre is ugyanolyan közönség Abszolút. Jár, mintha szupersztárok énekelnének? Igen. Míg ez Magyarországon nem jellemző? Nem jellemző sajnos. Nem tudom, hogy ez hol csúszik el, de lehet, hogy a kettő között van valahol az ideális. Nem közben elkészül.